a vallás, a hit és annak szervezett formában való megvallása, megélése az ember alapvető, vele született joga, nem az államnak az adománya. Hasonlít természeténél fogva a szerelemhez és a házassághoz, annak lényegi része titok, meghatározhatatlan, a megélése pedig lehet szervezetten és szervezetlenül, hivatalnokok közbeiktatása nélkül megélhető forma, de az állam ebben a helyzetben csak közreműködik, nem írhatja elő, hogy kiknek a kapcsolatát tekinti érvényes házasságnak, ha az a feltételeknek megfelel. Volt már ilyen a világban, a rabszolgaság idején, vagy akár a zsidó törvények megszületésekor az állam beleszólhatott, hogy ki kivel köthet házasságot, és megtagadhatta a felek ilyen irányú szándékát. Az elképzelhetetlen viszont ma, hogy egyesek szerveződés iránti szándékát figyelembe veszi, másokét pedig elutasítja és teljesíthetetlen szempontokat ír elő az egyházzá alakulásban. Hasonlítana ez ahhoz, mintha valakinek minden kormányváltásnál, függetlenül attól, hogy vannak-e gyermekei, unokái, újra el kellene menni az anyakönyvi hivatalba, mert nem tekintenék a korábban kötött házasságát érvényesnek. Az állam akkor, amikor egyeseknek minden feltétel nélkül meghagyta, vagy megerősítette a vallási státuszát, másoktól viszont új feltételekkel, teljesíthetetlen feltételekkel kívánt kísérletet arra, hogy hogyan is rendezzék helyzetüket, igazságtalanságot követett el. Különbségek mindig lesznek. Nem mindenki ülheti meg a lakodalmát a Szépművészeti Múzeumba, de ettől függetlenül minden törvényes szándékot, amely a feltételeknek, az egyenlő feltételeknek megfelel, az államnak komolyan kell vennie.